A fórumokon Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke, dr. Mák Kornél alelnök, valamint a Bács-Kiskun megyei fejlesztési ügynökség non-profit Kft. Szakmai vezetője, Dóka Gábor fogadta a járás polgármestereit. Szenzációs az a változás, ami az elmúlt hónapok online kapcsolataiba, meg a beszélgetéseihez képest a személyes találkozók nyújtanak. És úgy döntöttünk, hogy az előző ciklus jó tapasztalatait folytatjuk, tehát a minden egyes polgármesterrel külön-külön átbeszéljük azokat a településének fontos fejlesztéseket, amelyeket az ottani képviselőtestülettel közösen meghatároztak. Ugye ezt mi már tavaly nyáron is elkezdtük a projektgyűjtést, hogy milyen ötleteik vannak, azután frissítettünk, most márciusban újra kértük őket, hogy pontosítsák, hogy biztos, hogy az a projekt még mindig a legfontosabb, ami akkor volt, vagy már esetleg más. Van, amit már esetleg megnyertek. A megyei önkormányzatnak fontos, hogy személyesen tudjon egyeztetni a települések önkormányzatának vezetőivel annak érdekében, hogy a pályázati források tervezetten mindenki számára megfelelően kerüljenek elosztásra. A települések vezetőit próbálják segíteni azzal, hogy ezeket a fórumokat nem Kecskeméten, hanem az adott járás központjában tartják, így spórolva időt a városvezetőknek. Nagyon jól haladtunk, tehát túl vagyunk most már a megye fele településén, tehát a legnagyobb településszámmal rendelkező járásokon túl vagyunk most már, és nagyon hasznos tapasztalatok voltak, vannak. Átbeszéltük a polgármesterekkel azt, hogy melyik a még élő releváns kívánságuk, illetve elképzelésük, ezt hogy illeszthető be a megyei keretekbe, mert a megyei önkormányzat természetesen nem egybe kap egy összeget, hanem megvan például, hogy bölcsödékre mennyit fordíthatunk, mennyit lehet óvodákra, iskolákra, kerékpárutakra és így tovább. És hát ha mindenki kerékpárutat szeretne, azt nyilván nem lehet, ha mindenki bölcsöt szeretne, az sem lehet. Tehát, hogy ezt tényleg koordinálni kell, hogy mennyire fontos. A legfontosabb célkitűzéseket tudjuk segíteni, és hát tényleg jó érzés volt beszélgetni a településvezetőkkel arról, hogy ez a nyitás, ami itt az emberi kapcsolatokban is megtörtént, ez a települések felé az új pályázati rendszerbe is meg lesz. A pályázatok várhatóan ősszel kerülnek kiírásra az önkormányzatok számára.